Sziasztok, itt Sindaki Headquarters újra, és ebben a részben kivégezzük az H4 többi tagját, aki nem Sydney. Először is nézzük Phoebe-t. Nem tudom, milyen Pokémonokkal jön, szóval jó kezdés lesz megint 8-os. Azt hiszem, én vagyok az Elite 4-es tagja Phoebe. Én az edzésemet a Moonfire-ön csináltam. Miközben edzettem, megszereztem a képességet, hogy kommunikáljak és egyesüljek a szeremtípusú Pokémonokkal. Igen, a kötődés, a kapcsolat, amit kifejlesztettem a Pokémonjaimmal, hatalmasan széles, hatalmasan tág. Vagyis, na gyere csak, próbálkozz és nézd meg, hogy képes vagy-e egyáltalán megsebezni az én Pokémonjaimat. Na gyere! Igazából Phoebe, pont arra gondolkoztam éppen, hogy te megsebezlek, és egy Metapoddal kezdesz. Legerősebb, hogy hívják ezt, bogártípusú, vagy szellemtípusú Pokémonod. Komolyan, olyan erős szellemtípusú Pokémon ez is. Ezt a Moonfire-ön fogtad, gondolom, és a Metapod vánsattolja, morcos, köszönöm. Szóval már csak 4 Pokémonod maradt. Igen. Remélem hasonló jó. Na jó, oké. Én kértem elnézést. Die. Cool Mind, úristenem. És én meg tudom törni a Weavert tortán. Nem baj, elbújtunk a víz alá, de meg egy újabb kommandal aktivizálja önmagát, ami nekünk nagyon jó. Nézzük, mindenben semmit nem jutott. Próbáljuk akkor megmérkezni Sludge Bombbal. Viszont lehet, hogy ez is a lúdia, hogy Splash-t tud, ő meg mondjuk csak kommandot. Jó lenne. Vagy legalább megmérkezni. Ja, ez fizikai támadásnak minősül. Oké, szerintem most Uristort használ, igen, ezért mentem le dive-ba. De gondoltam, mivel Uristort jönnek, és így ez egy indiai dive-nak minősül. Ó, és a reverzál visszel, tök üle. Jól van, oké. Mire gondolkozok az, hogy elalkatom, és akkor tolom rá a Sludge Bombot. És sikerül elaltatni. Spore, köszönöm. Jól van, és a Sludge Bomb. Szerintem kettőbe bele kell halnia, ha csak nem egy kritikus. Egyelőre morcos jól tolja. Jó, bele kell halnia ebbe. Ez az, meghalt. Ó, meghalt, 3 Pokémonja maradt. Ez az altatási vonatköcsökség. És ott vagyunk, köszönöm. Omi közben 24-es szintűre. Királyság. Execute-na, ő nem okozhat nagy gondot, tehát egyenlőre gyakorlatilag a Flamethrower-rel meg a Sludge Bombbal operálok. És szerintem one-shot lesz. Ahogy gondoltam. Ő még első evolúció, tehát nem olyan durva. Amúgy valaki megírta nekem, hogy annyira durva nem lesz az egyikból. Én nem hittem neki. De azért úristenem, na jó van, most fogjuk, azt becseréljünk Trankre, és inkább a Rocksmash-en nyíljuk ki, mert még Sludge Bombot még meg akarom tartani. Metacrew nem olyan veszélyes, de növelheti a támadó erejét. Ami így is nagy, és ez egy kritikus volt, nem baj. És gyorsabb nálunk az igen. Trankre vigyáznunk kell, jó azért, nem kritikus, túlélem a következőt. És az ő védelme megcsökken. Én megint jövök a Rocksmash-sel, szerintem nem lesz kritikus. Nem lehet, hogy 2 kritikust adjon egymás után, persze, hogy nem. A Rocksmash talán kinyírja. Ki is nyírja, persze. Köszönöm. Prank újabb csatát nyert, és újabb szintet fejlődött. Egyszerűen a végén még lehet, hogy ilyen 30-as szint is felmegy. Ám mondjuk azért az necces. Jól van. Ellened Misty-t hozom be. Mystical.
nekik mit van sárkán, a támadó erődet növeled ezzel. Hogy megélesedsz gyakorlatilag. Amúgy ez logikus, éles lesz, támadó, fizikai támadás az ilyen kontakttal jár általában, és akkor ez logikus, hogy azt növeli a sárkán támadás. De látjátok, ez már 51-es szintű könyörgöm. Szóval az 54-essel már nem vagyunk olyan távol. Szerintem Úristenem, Uramistenem. Nézzük, hol mitek jobb be. Hagyjuk már ezt a sárkányt, hogy szíves, olyan hosszú az animációja. A hordetek se jobb, na jó, basszus. Na akkor az lesz, hogy egy kicsit begyorsítom itt. És cserélek a cél sárkányba. Őt nem tudja megmérgezni. Bár mondjuk, szerintem a Forszát után már megtudja. Ezt sose tudom, mert még ilyen helyzetben nem voltam. Vagy a Forszátot is tudja, és Toxikot, és pont én egy acélán mennek el. Jó, hogyha sárpen ez, akkor én gyorsítok. De én meg térglót csinálok, az is. Psycap, Úristenem! Ő az counterje az én acél sárkányomnak, de! Az északi fény sugár kinyírja-e? Nem nyírja ki. De csökkent a támadása. Psycap. De ezzel amúgy elvesztetted a sárkányt. Na nézzük, Luther, jó furisztor, persze. Jó a gondolnak a szintrálló. Még egy Luther, hol... Psycap, oké. Még, akkor még egy térgró. Nem lehetszett a népe. Jó, Psycap amúgy támadni nem tud. Tudjuk-e még a toxikot aztán. Jó, na most megpusztult. Érzem. Oké. Legyőztük a szídrát. Jó, bocsánat, hogy belegyorsítottam. Tehát ez egy hosszú csata volt, és ez volt az utolsó. A te pokémonjaid is közted is azért egy definiálható kötődés van. Igen. Először nem vettem észre, szóval... nem ismertem el. De ez így természetes, hogy ezt tettem. Jáp! Én szeretném nézni, hogy milyen messze visz téged ez a kapcsolat. Menj tovább, menj át a következő szobába. Köszönöm szépen, pont akartam mondani. Franket híreljük, meg Misty-t. Elég lesz, nem fog érdekelni, jó. Következő, nem más, mint Grecia, ugye? Vagy valami ilyesmi. Üdvözöllek, az én nevem Grecia, az elég négyes föld. Én ide utaztam, távol. A Hoenn végül távoli részeiről, hogy fejlesztem és megmutassam a jég képességeimet, tehát hogy a jég pokémonokkal milyen jól bánok, de sajnos csak gyenge trénerek hívtak ki, és gyenge pokémonok. Mi van veled? Remélem, hogy nem lesz még egy hamar ennek a csatának ellened. Jó, nem egészen ez van beírva, de talán az a lényege, hogy... Az a lényege, hogy igazán pedig hogy gyenge tényeket találkozott, és reménykedik abban, hogy mi azért megbizasztjuk őt. Dive-val szerintem ezt a trapincset elintéztem. Nem intéztem el. Úristen, pedig most, hogyha a Revenge-el, akkor én barba lettem volna. De most is barba leszek, hogyha a Revenge-el. Nem, Aeroblast jól van. Azért mondjuk azt, hogy csinálod. Reflint jól meg gyorsan, és meghalt a pincs, és már csak négy monod van. Gyerünk. Most már automatonul gyorsított, de ne! Úristenem, nála is ugyanez. Gyorsan átassuk csak el.
Inszomniában tényleg, hogy én olyan hülye vagyok. Tamori. Ó, és meg is mérgeződtünk. Sose jó, sose jó. Full Restore. Full Restore. Hol van? Alul van szerintem. Persze. Azt hittem nehezebb lesz az Emeraldra, valami nehezebb emlékeztem, de rájöttem időtólag. Most már szinte kár, hogy nem. Oké, le kell cseréljen. Acéltrakon megeszi ezt a kitet. Persze, gyönyörű. És akkor így el is kezdhetünk setupolni, bár tudhatja a Pedro, mert... Nem, kész van, oké. Akkor én felsetupolom magam maximálisra. Ja. És meg vagyok maximális speciális támadás. És akkor innentől kezdve szerintem szétszűkölem. De milyen kicserélte a képességeinket, hogy ő megkapja a statikot, ő megkapjuk az inszomniát, és így már nem tud minket elaltatni. Ön maga fegyverét használni kell, de ne. Yeah. Waterfall. Vanshot. Gyerünk, Vanshot. Innen látom. Vanshot. Kritikus szerintem nem számított. Na, Humi 26-os közben. Pikachu ellen. Pikachu Sandstream. Nem visz minket. De téged se vesz. Sandstream. Buta, Istenem, de buta. Na gyere, Pikachu. Kicsi Pikachu, na mi Max HP-n vagyunk, ő nem. Aurora Beam, először jövő Pikachu-nak gyenge a védelme, bár ebben lehet, hogy nagyon erős. Vanshot, ú, nem van, nincs Vanshot. Raindance. Jó van, innentől ez a Waterfall még erősebb lesz. Megszüntette a Sandstormot, ami pedig jól jött volna, a mi kis Frankünknek. De így nincs Sandstorm, de van eső, ami nagyon jó, mert tudjuk a Surfot és a Waterfallt is elég erős támadásokat, és nála is itt volt a vének, ami nagyon jó lett volna. Neki is, hogyha bemarad a Sandstorm, így viszont egy Waterfallba belehal, nincs olyan jó, mint ellen. Kivégeztük, megvan. Ne, hogy túléli! Az igen, hogy éli túl. Azt nézzétek már. Várjátok, azt a... Hoznom kéne egy nagy időt, hogy lássam, esküszöm azt a HP mennyiséget, ami maradt neki. Nem baj, ezért így el kell használni egy autókat. Aurora Queen-nek használ Furistor. Nem baj, elhasználta a Furistorját, jó, nyugodjunk le. Nincs több Furistorja, de ez már 52-es szintű Pokémon, mégiscsak nem léptem messze az 54-esekkel. Jó, helyes. És a következő Aurora Beam-nek ki kell írnia. Nincs olyan, hogy nem írja ki. Jó, megvan. Beam-nek megvan, már csak egy Pokémonja van. Vagy kettő? Lehet kettő. Nem, egy. Akkor jó gondoltam. Lumbri halott. Bár ellenáll mindkettőnek. Én akkor azt mondom, hogy egy jó Waterfall-al kezdőben, annak mondjuk jobban ellenáll, viszont erősebb így az esővel, úgy nagyon jobban ellenáll. Pursuit. Jól van. Akkor aludnak. Esik egyáltalán még az eső, mert nekem nem úgy tűnik. Na nézzük az Aurora Beam, mert tuti többet fog bírni. Jó, hogy többet! Jó, nagyon többet! Vanshot! Gyerekek, és kinyitjuk Glissiát is. Végre találkoztál egy erős trénerrel, és kaptál egy nagy szívet az arcodba. Tovább léphetsz a következő szobába. És innentől kezdve, most már tényleg kijelentettem. Bocsánat. Nem olvastam végig a mondatot, szóval mostantól kezdve lépsz az igazán félelmet keltő részébe a Pokémon Ligának, hát persze.
le is mondják, Drake a sárkány tréner, aki amúgy tényleg nagyon durva, de a Glacia is amúgy a jégtréner nagyon durva az igazi játékokban, és hát ugye, hú, vagy Valasz, itt Valasz, Valasz talán nem lesz olyan durva, de még ebben a részben Drake-et lenyomjuk, én nem híreltem, hát nem is kell, ja de kell, pont a kezdő Pokémonunkat kell, basszus, de amúgy egy jó helyre léptem, na, Potit használok, morcosok. Többieket nagyon nem kell. Tehát egész jól megúztam ezt a csatát. Talán mondhatni, ez volt eddig a legkönnyebb, de sikerült sweepelnem. Azért nagyon jól jött, hogy ő is hülyeskedett. Na nézzük Drake-et. Én vagyok az utolsó ember, vagy utolsó tréner a Pokémon Liga Elite 4-eséből. Drake a sátánmester. Természetes állapotukban a Pokémonok vadon élő lények. Hát komolyan ezt mondja. Szabadok. De néha csatlakoznak hozzánk, néha segítenek. Nekünk, hogy csatázzunk vele, mint partner, ezt tudod, mit jelent? Tudod, mi szükséges hozzá? Ha nem tudod, akkor soha nem fogsz felülkerekedni rajtam. Csak az a baj, hogy igazából tudom, tehát jó mozdulatok, nem, tehát igen, a trászt az a fontos. A trászt, meg a sör, tehát a sör is fontos, úristenem. Közben majdnem megpusztult a laptop, mert majdnem kikapcsoltam. Véletlen, de első Pokémonja egy Murtwo. Na, tudjuk, hogy ez a Murtwo eléggé offenzív, szóval elaltatjuk a fenében, smokescreen az a Murtwo, de sikerül elaltató. Tudjuk, hogy eléggé offenzív, mert nekünk is volt Murtwo. Mi lenne ellened a legjobb? Most, hogy alszol, szerintem megpróbálok megint egy sweepet. Murtwo, neked nincs jó védelmet, tehát téged már plusz egyel is kinyírlak. Az biztos, mert az Aurora Beam az szuper effektív rád nézve, szóval tudja, hogy kinyírlak egyből. De. Ha kettőt használok, lehet, hogy már az összes többi Pokémonodat is kinyírom. Ha van köztem valami jó védő, akkor hármat fogok biztonságot használni. Még mivel mindig alszik, még egy belefér. Még egy belefér. Szépen, szerintem most föl fog kelni a Murtwo. Ha nem kell fel, akkor nagy szerencsénk van. Akkor hihetetlen nagy szerencsénk van. És nem kell föl! Maximális sleeping turn-t kapunk, viszont a Murtwo azt már nem fogja megélni, hogy ő föl kelljen még a mai világba. A mai rohanó világunkban ez a Murtwo halottnak tekintendő, és már csak 4 Pokémon maradt. Nekem meg itt van egy plusz 6-os speciális támadású Skarmory a pályán, és ez nem feltétlenül a legjobb szenárió neki. Kijön Grimerrel, Protect, a próbálja elfogyasztani a mozdulatát, csak nem tudja, hogy én PPA-t voltam a Hooter volt. De gyere most, és most a Protect nem sikerül, és szerintem a Grimer meghalt. Meghalt, temessük el, meg... Nem halt meg, úristen, nem! És Mystikussá változott. Hihetetlen. Full Restore. Menj a fenébe. Akkor rezisztens. Átváltozik jég, és utána szerintem a víz is rezisztens lesz. Jó van, ez a Color Change-el megfingottál. Protect! Utálom a Protect-et. Na gyere! Na jó, most a Protect nem sikerült. Nem, sikerült a Protect. Nézzük a Waterfall. Kinyírja ez az. Jó, Grimer meghal. Következő, aki meg fog halni. Slowpoke. Hát egy Slowpoke az az. Nem, az már valami. De lehet, nincs jó védelme, és belehal a Waterfallba. Felénél túl van, piros épülte. Spider-Web, akkor az azt jelenti, hogy nem tudunk elmenekülni. Nem is akarunk. Azért használtam Waterfallt, hogy esetleg Furistorolt volna. Én viszont fölösleg bementem Waterfallt. Esküszöm?
Következő, aki meghal, más, mint Umi egy új mozdulatot akarnak tenni, ami pont a legjobb neki. Mert ez nem volt való támadás. Midorán. Ó, bakker. Na, akkor most jön az, amit én fostam. Nem tudjuk megütni ezt a Midoran-t, mert ugye neki van Dirkártya van. És nem, se pszichó támadás neki, se föl. Egyszerűen behozom vissza. Revenge, ujjaj! Horndrill, menj a fenébe! Horndrill, úristenem! Azt fogom, hogy Omid becserélem. Horndrill, ez egy bandit game mozdulat. Szívegő, ne! Omi meghal! De legalább nála talál be! Talán Misty a leggyengébb innen. Ne! Kritikus, Misty is meghal! Kezdődik a jó cucc, mondtad rég, hogy ő azért nem piskóta. Na gyere, Frank! Frankre nem hat a revenge. És szerintem a hordíjese. Szóval, nézzetek még le. Jó van, na, ezt meddig játszunk? Midoran, ezt meddig fogjuk játszani? Jó, a szóbornak azt hiszem, a maximális PP-jában van, 16 darabot tud belőle. Most olyan 10-et eltettünk tőle. Akkor most próbálkozunk Aurora Blue-mel, abból út is van bőven. Ez hihetetlen van. Hornfield, oké. Fury Attack nem tud Explosion, pedig ebben reménykedtem igazából, mert alapvetően tudnak. El kell fogyasztanunk a PP-jét. Még jó, hogy amúgy nekem azt hiszem van egy elég szíve. Most Franknek minden PP-je lefogyott. Jó, a Hornfield elfogyott. De a Fury Attack az valami 30 darab magunk. Jó, gyerekek, ez nagyon rossz. Tehát ezt nézni, hát ez nekem is rossz. Nem bírjuk egymást megütni, mert neki van Fury Attack, Hornfield Revenge, ami ugye nekem gyakorlatilag nem hat rám. Meg softball, ami meg tört. Tehát ő engem nem bír megütni, mert szellem vagyok. És én meg nem bírom őt megütni, mert van Dirkárt. De ez a jó csata, gyerekek. A Missek csatája. Na, ki is fogytam. A Aurora Beam-ből, és mindenki fogok a Hyper Voice-ból is. Ez hihetetlen, gyerekek. Nem bírom megütni a Nidorant. Remélem, nincs még egy ilyen. Ha Championnél van egy Nidorant, én összeszalom magam. Basszus, gyerekek, basszus. Jó, erre nincs több PP, erre se. Erre 5 van, most fogasszuk ki ezt. Hihetetlen. Na vajon ki kell, tudti amúgy, hogy én fogok ki elő. Nem, ő már Straggler. Én nekem még van 6 köröm. De szinte annyi veszít a Straggler. És még van egy Fury sztória! Ne! Please, ne csináld ezt velem! Jó, én most fogytam ki. Nézzük, hogy a Struggle betalál-e. Igen, a Struggle-el tudom őt sebezni. Akkor én elhasználom a Fury sztort. Á, elég a hiperpósen is. Oké, egyszer, kb. Egyszerre fogtunk ki, ami jó cucc,
és én nekem tudom sebezni őt. Ez a lényeg, hogy legalább sebezzem. És annyival élte túl. És most jönni fog a Furisztor. És persze, hogy jön! Persze, hogy jön a Furisztor. Meg se lepődsz rajta. Annyira természetes. Na nézzük, ki bírja előtt. Ő fog előtt meghalni, ő hal meg előtt. És 25! Hát ő hal túléljük ezt a csatát is. És rajta az a persze! Úristen, én rákattintottam a Struggle-re! Prank! 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 Hú, túlélte! Na, takarodjunk innen. Vissza a Céldragonra. A Céldragon az Aurora Beam-en meg fogja ölni. Nem érte. A Mirrorcourt! Mirrorcourt, úristenem! Hyper Voice, kösz, kösz! Jó van, megöltük a Rajkulazát és ezzel. Azért van úgy sárkán trénel, hogy Rajkulazája van. Köszönöm. Megérdemelsz minden a dicséretet tényleg, hogy eddig eljutottál, mint egy Pokémon trénel. Most már úgy tűnik nekem, hogy tudod, mi az, ami szükséges. Nyilván ahhoz, hogy Pokémon csatázzunk. Igen, ami egy trénernek szükséges, az a Virtuosis. Innovatív. Komolyan mondom. Pokémon, a Pokémonok megérintik a jó szívet. A trénernek a jó szívét. És jó... Ja, és jóra tanítják a rosszat. Igen. Jó van, oké. Csak hülyén volt megfogalmazva. Megérintik a jó szívét a trénernek, és erőssé teszik azt. Menj! Menj tovább! A bolygónk vár. Jó, de először hírelek. Prankert, az elixír, hol az elixírem? Oh, ez kell. Jó, oké, elég színem volt, király. Neked is a Porter volt azt nem kéne, meg a... akkor az Aurora-t is. És neked meg a Sludge Bomb volt. Jó van. Egyelőre azt hiszem, hogy megfeed, még nem is használtuk. De nem gond, nem gond, inkább ne használjunk valakit, csak nyerjünk, csak nyerjünk. Oké, még Acéldragonon is használni kéne egy Hyper Potion. Misty és Umi halt meg eddig. Umi nyilván úgy igazából, amiben cseréltem, lehetett tudni, hogy ha ügyést kap meg fog halni, meg is halt. Sajnos egy Vágint Kio mozdulattól, mi azért visszelhetett volna igazán. Na nézzük! Nem most megyünk be! Következő részben fogunk bemenni, most így befejezzük ezt a részt, és már csak a Champion van hátra az Emerald végigjártásból, remélem sikerül a Nasek, mert múltkor a Ruby csak második próbálkozás is sikerült. És nem sikerült a Nasek, most sikerülni fog. Én érzem, szintekül is az erő legyen veletek, sziasztok!